Kiszálltunk a versenyből, hivatalosan persze még nem, de ez már csak napok kérdése. A lényeg, hogy a kormány javaslatára a Fővárosi Közgyűlés és a Magyar Olimpiai Bizottság hamarosan dönt a 2024-es olimpiai pályázat visszavonásáról. Vendégem Zala György, olimpiai bronzérmes, kenus erőléti jegyző. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad Jó, a meghívásunkat. Hát egy olimpikon, hogy fogadja ezt? Már azt ugye, hogy, hogy jöhet egy olimpia, te tudod, többet is megjártál, és aztán azt, hogy, hogy mégsem borzasztóan el voltam keseredve, úgyhogy nem követtem igazán az egész eseményeket 2015 óta. Kicsit hiányosnak éreztem a kommunikációt, semleges voltam. Viszont pont tegnap számoltam után, a 100 és sportolóval dolgozom minden héten, mindegyik nagyon csalódott. mi az, ami, mi az, ami mindenképpen jó lett volna. Tehát te azért megjártál olimpiát, kisebbet is, nagyobbat is, nem tudom egyébként ez belülről érződik-e, hogy most éppen milyen olimpián vagy, de hogy, hogy, hogy képzelted el, milyen lesz majd itt? Én úgy gondoltam, hogy egy kis országként hatalmasat fogunk produkálni a saját kereténken belül. Úgy gondoltam, hogy ezt úgy meg lehet valósítani, hogy tényleg megmutatjuk az egész világnak, hogy mit is tudunk. Mint mind a rendezvények, mint pedig a, a magák a komplexumok terén azt az, most már tájékozottál. Mi volt az, amit most észrevettél, amiért sajnálod, amiért lehet látni, hogy azért, azért, el vagy keseredve? A például az infrastruktúra 70%-át arra fordították volna a költségvetésnek. Cseplen 15 ezer lakás épült volna, M1-es, M7-es, hidak épültek volna, hév, hálózat, föld alatti felújítása, amiből azért néhány meg lesz valósítva a is, például a Dunai Evezős de azért sok minden elmarad hogy azért kicsit elkezdtünk körbenézni, hogy, hogy mi is történt az eddigi olimpiák történetében, és hogy hogyan lehetett újrahasznosítani például ezeket a hatalmas csarnokokat, pályákat. És azért mindenhol, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok esetben azt lehet látni, hogy bár az infrastruktúra tényleg valóban nagyon sokat számított, London ebben pozitív példa, München, Barcelona szintén integrálni tudta ezeket a, az infrastruktúrális fejlesztéseket, de azért ott maradtak azok a, azok a létesítmények, és nem tudtak vele mit kezdeni. Azt azért, ahogy kiderült az utóbbi időben számolva, a létesítmények nagy része megvan. Ezeket föl kell újítani, át kell alakítani, illetve vannak olyan mobil építmények is, amit utána lebontanak és másra használnak. Volt erre példa más olimpián is. Illetve én úgy gondolom, hogy több gyereket lehetne beintegrálni a sportba. És igenis, ez nagyon fontos. Minél több gyerek sportol, annál kevesebb gyerek csavarog az utcán. Ugye a Sportolói Bizottság azt mondta, hogy a sportolók, olimpikonok, akik ugye szintén támogatták, hogy hogy ezután mennyivel egészségesebb emberek élnének Magyarországon. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok ország esetében látunk ilyet, hogy ettől az ország átlag egészségügyi állapota azért nem változik, mert azért erre egy pozitív példa vagy. Uh, igen, én úgy gondolom, hogy megint csak visszatudnék -e csatolni az előbbi mondatomhoz: hogyha a gyerek sportol, uh, megvan a megfelelő testudata, uh, keringést kap, és igenis célokat kap a sport által, akkor tovább ott marad, egy, -egy közösségben, nevelkedik föl, és igenis egészséges lesz, és, és már is az egészség egy kis terhet levelt magáról. De hogy neked is példa volt az olimpiás, mondtad? Igen, határozottam. Na, de hát azok a sportok, akikkel most együtt dolgozol, mint erőléti egyző, ővelük beszélgetsz, ők hogy látják ezt? Ők, ők mit sajnálnak ebben? Persze az, hogy egy hazai versenyen lehessen megmutatni azt, hogy mit tudsz, azért az, az pótolhatatlan, az egyértelmű. De hogy, de hogy mi az, amit ők is éreznek, hogy, hogy esetleg sok lett volna, vagy kevés, biztos beszélgetsz velük? Először azt, azokat a sportokat említeném, akik olyan sportágat művelnek, amiben nem vagyunk igazán kvalifikálhatók egy olimpiára, nekik ez egy hatalmas esély volt. Tehát mivel minden ország delegál sportolókat az adott sportákból, ők nagyon csalódottak, hát a többiek pedig, mivel azért javarészt ilyen sportolókkal dolgozom, tehát válogatott sportolókkal, nekik egy hatalmas lehetőség lett volna. Pont volt olyan, aki azt mondta, hogy igenis addig biztos, hogy sportolni fog, mert azt, azt meg kell játszani. Tehát az, az felejthetetlen lesz talán nem is minden sportágon adatik meg az, hogy valakinek egy világverseny is Magyarországon rendeződjön, tehát itt lehessen. Neked azért volt ebben részed bőven, itthon is, meg külföldön is. Igen, határozottan. Tulajdonképpen, ha jól számoltam, öt olimpián voltam, és rengeteg világversenyen. Mind edző, mind sportoló. amikor a számokról beszélnek, arról, hogy, hogy vajon mennyire lehetett volna nyereséges vagy veszteséges egy olimpia, akkor te, amikor egy kicsit elkezded ezt már bánni, akkor ezeket így végig gondoltad? Vagy esetleg erről beszélgettél a többiekkel? Vagy valóban lehetett volna? Ugye van ez az Agenda 2020 igen, program, igen, ami igen. egyértelműen arról szól, hogy csökkenteni kéne igen. valahogy ezeket a kiadásokat. Balázs, ez határozottan kiállt ez mellett, mint kormány biztos. Hogy, hogy látod, hogy, hogy mi az, amiben tudtunk volna mi, valami jobbat hozni? Ö, maga, maga a sporteseményekre a, a jegyeladás, az nem tudom, hogy hogy működik, tehát ebben nem szeretnék belemenni. Szerintem turisztikailag ez határozottan kifizetődő lett volna. És én... későbbiekben pedig én úgy gondolom, hogy lehet hasznosítani egy, egy akár most mondjuk az én sportágamban egy kajakenusz pályát. Tehát egy kajakenusz pályát meg lehet csinálni egy kalandparknak a későbbiekben. Csak egy, csak egy apró példa. Lehet, hogy ezeket kellett volna megkérdezni tőletek, mert biztos, hogy rengeteg ötlet jött volna elő. <gül> <gül> Mit, miben változik ilyenkor még egy felkészülés, hogyha Magyarországon van az olimpia? változik -e egyáltalán? Neked, mint erőléti egyzőnek ilyenkor végig kell -e gondolni? Ö, nem gondolom, hogy maga a felkészülés változna, tulajdonképpen az olimpia ugyanúgy olimpia, a motiváció a sportról számára más. Tehát ö, én is a tudásom legjobbát adom neki, ő pedig egy fokozottabb ö, helyzetbe, edz, kevesebb, ö, kevesebb panaszkodással, bár ez nem nagyon vagyunk hát az sportos, talán nem, panaszkodik. nem anyera, határozottan, nem? főleg az egyéni sportok azok nagyon céltudatosak és nagyon fegyelmezettek. Nagyon sok sportákban dolgozol. Vegyük végig, hogy kik azok, akik, akikkel beszéltél esetleg erről, és kik azok, akik, mert ugye vannak közöttük karatésok például, akik... Igen, hát ne... a, a, legfrissebb az a Hás Gábor és a Kokszabolcs. A Gábor az most lett pont a múlt héten 23 ban bocsánat, U21-ben európai aranyérmes, dolgozom vízilabdásokkal, kajakosokkal, kenusokkal, evezősökkel. És ott a párbajtőrözőkkel. És hát a igen, rengeteg. igen, ez lett volna a ők hogyan fogadták, tehát ilyenkor ti leültök -e erről beszélgetni, vagy amikor zajlanak az edzések, akkor már úgy gondolkodtok erről, hogy na most vajon mi lesz? Lesz népszavazás, nem lesz népszavazás. Ti hát, mennyire hát figyelik ez... ilyenkor a sportolók? Vagy mennyire figyelette, mert talán egy sportoló, amikor amikor az edzések alatt van, akkor nem nagyon foglalkozik ezzel, bár ez azért nagyon-nagyon őket is érintő. Igen pont tegnap reggel ez volt a téma az edzésen a párbaj és az egyik ö, elég neves párbajörösünk, elég komolyan kifogott, hogy hogy ezt így nem lehet. Tulajdonképpen most lefordítom az én sportágamra, képzeljük el, hogy Urányi Fábián 1956, elrajtolnak, vegyük a 2015 és rögtön kiforgatják őket, mert van egy ellenzék, semmi gond, odállunk, egymás nem versenyzünk. De mi van akkor, hogyha a cél előtt 10 méterre történik meg, ahogy ez most történt. Tehát amikor már nem lehet reagálni rá. A sportolók táborán belül vannak, akik úgy érezték, hogy, hogy azért mégsem kéne? Tehát, hogy ott is megoszlik ez a kérdés, vagy ez inkább csak a kívülállókban? Kérdésként merült föl. Tehát, hogy jó ez nekünk. Tehát, hm. mint költségvetésben, hogy jó ez, de szintén azt látom, hogy a kommunikáció egy kicsit hiányos volt. És ők mennyire figyelték ezt a kommunikációt, hogy ők mennyire próbáltak esetleg ebbe többet adni? Nem tudom, hogy van egyáltalán lehetőség. Hát volt ]ükre. egy bizottság, ami elég sok neve sportoló volt, ő azért próbálta tájékoztatni ők a sportolókat és a közvéleményt. Külföldön sokkal jobban el, el lett adva ez az egész. Tehát vol mivel voltam külföldön velük a bizottsággal, ezért az olimpián, ezért láttam, hogy rendkívül jól lekommunikálták kifelé. Tehát ott tényleg nagyon-nagyon profi volt. És amikor mondjuk a sportolókkal jártál uh, egyzőtáborokba, akkor már hallottad kérdezőskötte? Hát, hát a, Magyarok, a, zsizsergés mi az, az, a zsizsergés az volt, hogy ú, milyen jó lesz, és akkor ennyi éves leszek, és akkor ott lehetek az olimpián. Tehát ez, ez, ez nagyon... Például szinkronúszó lányokkal is, amikor fölmerült, ú, ú, milyen jó lenne olimpián indulni. Ugye szépen sorba estek ki a vetétársak, és akkor egyre jobban nőtt annak az esélye, hogy, hogy ezt az olimpiát megrendezhessük. Ezt lehetett érezni a sportolókban, ezt a feszültséget, ezt a várakozást? Vagy ezt ők, Egy, egyfajta ők annyira? Várakozás. Nem, mennyire figyelik egyébként ezeket az eseményeket? Egyfajta várakozás, de azt azért előre bocsájtom, hogy tehát nem mindennapi téma volt, csak fölmerült néha is beszélgettünk róla. Hát de gondolom, hogy fokozottak az események, igen, ahogy egyre közelebb kerültünk, hiszen most már csak rajtunk kívül még két hát ez... város állt versenyben, így aztán talán egyre jobban érződött az, hogy meg lehet. Hát, úgy, úgy szépen lassan ment a medrében minden, kicsit több figyelmet kapott az egész, de nem volt olyan, olyan hatalmas láng ez a láng, ez akkor keletkezett, amikor hirtelen kiderült, hogy ez a úgynevezett Nolimpia nevezetű alejárás elkezdődött. Milyen olimpia lett volna ez? Azért a te megjátszásokat. Tehát Elképzelted, egészen biztos, aki már járt olimpián, az biztos hogy utána elkezdett ezen fantáziálni, hogy vajon milyen lett. Ö, erről viszont sokan kérdeztek, olyan sportok, akik nem voltak olimpián, hogy milyen egy olimpia, ö, teljesen más. Tehát ö, egyetlen világversennyel, semmilyen eseményen nem összehasonlítható, teljesen más ö, érzésekkel megy oda az ember, mint egy eufórikusan versenyez. De egész, egyébként ez egy hibája is a, a, az olimpiának, az, hogyha a versenyzőt elviszi ez az eufória, és tényleg csak nézelődik, csodálkozik, stb., és a versenyre nem koncentrál annyira, de mondom, maga az olimpia, az valami hihetetlen, az utánozhatatlan. És azt lehet érezni, hogy ez most kis olimpia, vagy nagy olimpia, kis költségvetésű, vagy nagy költségvetésű, egy sportoló szemszögében? Nem gondolom magában, létesítményekben lehet látni különbséget, tehát például Atlanta Számomra elég szürke volt, Barcelona, az csodálatos volt. Ö, Sydney, Szindécson, nem, nem is tudok, azt tudom mondani, hogy valójában Atlanta volt egy kicsit szürkébb, mint, mint épület együttes, de nem nem volt különbség. Olyan sportokkal találkozik az emberek, akiket csak tévében lát, olyan eseményekre juthat el, sportolóként is, ami, ami számára egy álom. Egy fantasztikus élmény. Csak egy gyors válasz. Elképzelhetőnek tartod, hogy rendezünk majd még olimpiát? Határozottan. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.